Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves megjelenteket adventi koszorunknál, a harmadik gyertya meggyújtásának alkalmából. Fogadják sok szeretettel az evangélikus egyházközség szolgálatát. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Készültünk négy énekkel, egy-egy imádsággal és egy igei kis gondolattal. Akik részt vesznek ebbe a mostani esti kis műsorba, szolgálatba, ők gyülekezetünk tagjai, illetve azok a gyerekek, akik evangélikus hittalra járnak. Ők közülük van, aki másik gyülekezetbe jár, de hát ökumenikus jelleggel az Úr Jézus nevében vagyunk együtt, fogadják a kis szolgálatunkat, műsorunkat szeretettel. Újra itt a szép karácsony, szikrázik minden hópire szám. Csengő szó és gyertya robban, ünnepek ünnepe itt van már. Jézus Krisztus, hála néked, Isten fia megtartó, értem jöttél el a földre, te rád várunk. Itt a szép karácsony, szikrázik minden hópire szám, csengő szó és gyertya lobban, ünnepe, ünnepe itt vagy már. Jézus Krisztus, hála néked, Isten fia megtartó, értem jöttél el a földre, te rád várunk. Itt a szép karácsony, szikrázik minden hópire szár, csengő szól és gyertya lobban, ünnepe, ünnepe itt vagy már. Az Úr közel, szívünk készülj fel, mosakodj hófehérre, hadd mondhassuk nyugodt lélekkel, jöjj, Úr Jézus, védj szállás szívünkben. Úr Jézus, várunk, várjuk, hogy királyként megjelenj. Várunk, ahogyan a mennyasszony várja epekedve messzi földről hazatérő vőlegényét. Nem alszik szívünk, ég a lámpás, jöjj, Úr Jézus, várunk rád. Az idő, hogy dicsérd, jön a mutatád az Úr felé. Jöjj úgy, ahogy vagy, és dicsérd, jöjj, menjünk együtt az Úr felé. Megtalálja a legnagyobb kincset, ki őt választja majd. Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd, jöjj, kapudat át az Úr felé. Jöjj, úgy, ahogy vagy, és
Atyánk, nagy gonddal készülünk erre az ünnepre. Sok tapasztalatunk van már arról, hogy minden gyorsan véget ér. Elfogynak az ételek, elromlanak a gyermekek játékai. Elmennek a vendégek, marad a magány. Köszönöm, Atyám, hogy Jézus Krisztus születésével olyan ajándékot készítettél, ami velem marad, velem egész életem, éven át, velem egész életemben, velem az örökké valóságban. Köszönöm, hogy ennek a boldog hírnek követe lehetek. Ámen. Betlehem kis falusában, karácsonykor értékdájban, fiú Isten emberet, mint kisgyermek született. Őt nevezték Jézuskának, édesanyját Máriának, cipójába takarta, befektette jászolba. Az angyalok fenn a végben, mennyei nagy fényesség, az éneket, dicsőség az Istennek. Fengedték az éneket, dicsőség az Mai estére egy nagyon jól ismert bibliai igével készültem, amit a legtöbben, akik olvasjuk Bibliát, vagy hallgatjuk az igét, jól ismerünk, János evangélium a 3. rész 16. versét. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves ünneplők, kedves karácsony várók, egy hét múlva eljön karácsony, így is szoktuk mondani, hogy a szeretet ünnepe. A szeretet ünnepe, de hogyha őszinték vagyunk önmagunkhoz, és a saját szeretetünket megvizsgáljuk, akkor beláthatjuk, hogy sokszor az nem éppen olyan tiszta és áhítatos, mint ahogy azt úgy karácsonykor elvárnánk. Mert benne van az önzés, benne van képmutatás, amit persze nagyon szépen be tudunk csomagolni karácsony ünnepére, addig a néhány napig, hogy még ott a fa alatt szépen mutasson. De éppen ezért, mivel olyan botladozó a mi szeretetünk, kell azt tanulnunk. És a legjobb, hogyha az Úrtól magától tanuljuk, hiszen a Szentírásban is ezt olvassuk, hogy Isten a szeretet. Hogy milyen is Istennek ez a szeretete, felolvasott igénk alapján. Képzeljünk el egy kart, amely kitárul és ölelésre valakit magához szorít. Önmaga közelébe tartja, hogy ott legyen szinte elválaszthatatlanul vele. És képzeljünk el egy másik kart, ami kitáródik és elengedi azt a másikat. Elengedi azt, akit addig közel tartott önmagához. És ugyanígy van a mi mennyei jó atyánk is, aki önmagához a szívére ölelve tartotta az Úr Jézus Krisztust. Úgy, mint egy szerető édesapa fogja az ő gyermekét. Viszont értünk, ezért a világért elengedte Jézust. Elengedte a mennyek országából, erre a földre jött, megszületett, több mint 2000 évvel ezelőtt Betlehemben, egy kis istállóban. Eljött azért, hogy bemutassa számunkra Istennek a szeretetét, hogy bemutassa az Isten kegyelmét, és a szívünkre beszéljen. Jézus elengedte a mennyek országának gazdagságát és dicsőségét. Jézus elengedte itt a földi gazdagságot is. Elengedte a királyi trónt, ahol itt a földön sohasem ült, és elengedte végül az ő életét is a Golgotai kereszten, azért, hogy számunkra bűnbocsánatot és örök életet szerezzen.
És nekünk sokszor olyan nehezen megy az elengedés. Talán nagy kísértés ez így ebben a karácsonyi időszakban is, amikor mindent, vagy minél több mindent szeretnénk birtokolni. Igyekszünk megtölteni a kosarunkat, a szatyrainkat, kamráinkat. És van az a pont, amikor elveszítjük talán a valóság érzetünket is, és nem tesszük fel azt a kérdést, hogy ez még tényleg szükséges, hogy mindettől a sok felhalmozott finomságtól és szépségtől lesz majd olyan csodás a karácsony. Néha azt gondolom, elfelejtjük feltenni ezt a kérdést. Néha úgy vagyunk vele, hogy nekem aztán minden kell. Kislányom is itt van valahol, ő szokta ezt csinálni, hogy vannak pár kedves játéka, a kismaci, meg a takaró, meg mesekönyv, és azt mind-mind néha úgy a karjaiba gyűjti, amikor így sétál egy valahova, hogy az neki mind kell. És sokszor talán így vagyunk mi is, hogy annyi mindent a karjainkba gyűjtünk, úgyhogy már leszakadnak a kezeink, de nekem ez kell, és nehezen engedjük el. Ilyenkor pedig kevés hely marad az ölelése, ami szeretteinknek, akik a legfontosabbak számunkra, és még kevesebb hely, vagy egyáltalán nem is jut hely mennyei jó atyánknak, aki ilyen szeretettel van felénk, aki szeretne bennünket is egyen-egyenként önmagához ölelni ezen az ünnepen is. És az ölelése az nem kényszeres, az nem folytogató, hogyha szeretnénk, elenged bennünket, szabadjára enged bennünket. De hadd kívánjam azt így, befejezve a gondolataimat, hogy ne így legyen. Ne engedjük el az Úr felénk kitárt, kinyújtott kezét, hanem inkább tanuljunk meg bölcsen elengedni. Elengedni a csillogó sok terhet, amit talán ilyenkor sokat hurcolunk, és öleljük inkább magunkhoz azokat, akik közel állnak hozzánk, akik fontosak, és feledkezzünk bele az Úristen ölelésébe, aki végtelen szeretettel fordul felénk. Áldott ünnepeket kívánok mindenkinek. Itt van a szép karácsony. Itt van a szép ég karácsony, élünk mi jó kis karácsony, mennyit vihon csemegem, kicsi szépen remegem. Karácsonyfa minden ágat, csillog, villog, csupa drága, szép mennyei üzenet. Jó gyermekek mindenülnek, kályha mellett körben ülnek, aranymese állítan, minden szívet átítan. Jó gyermekek mindenülnek, kályha mellett körben ülnek, aranymese állítan. Mászol, játszol, bebe jönnek és rántálva, ráköszönnek a családra. Ura néve énekünk, csoda szép, tiszta föld, tüze át még a szemeket, a harangját és szólít még üzenet, kis Jézuska született. Nagyon szépen köszönöm mindannyiunknak, hogy együtt ünnepelhetünk, együtt készülhetünk Szent Karácsony ünnepére, mind a falu karácsonyi, mind az iskolai rendezvények alkalmával és a gyertyagyújtások alkalmával. Kívánom, hogy azok a gondolatok, az a szeretet, az az összetartás, ami ezeket az alkalmakat is jellemezte, adjon békét nekünk karácsony ünnepén, és ez az utolsó alkalom, amikor így együtt lehetünk ebben az évben,
kívánok mindenkinek Surközség önkormányzat képviselőtestülete nevében kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet. Köszönöm szépen!